Sziasztok! Augusztus 24-e szombat van ma, és éppen indulok nagybevásárolni. És hát az a helyzet, hogy jövő héten hétfőtől már én is visszaállok a munkába. A gyerekek már ezen a héten, hétfőn megkezdték a sulit. Itt Svédországban ugye nálunk egy picit korábban kezdődik a tanév. Augusztus vége olyan, mindig olyan 20-a körül. Erik is elkezdte a munkát már 19-én hétfőn. Ő is itthon volt ugye 2 hónapot, most ez egy ilyen nyár volt, amikor hál' Istennek mind a 4-en egyszerre voltunk szabadok itthon. Ő egyébként ugyanazt a fajta munkát végzi most csak egy másik cégnél, mint amit ugye az előző fél évben is, vagy fél években is csinált, illetve mellette ugye a programozás megvan még továbbra is neki, és most képzeljétek el egy nagyon jó hír, hogy éppen egy felvételi folyamat kellős közepén tart, méghozzá egy elég nagy céghez, mint programozó, játékprogramozó, és megvolt már a próbamunka, amit kiküldtek neki ugye online, és el kellett végeznie, és azt most visszaküldte, és akkor várjuk a jó szerencsét, vagy a jó híreket remélhetőleg, és bízunk benne, hogy akkor fog tudni a későbbiekben ugye ezzel foglalkozni. Hogy hétfőtől, azaz 2 nap múlva én is újra munkába állok, gondolom, látszik a kitörő öröm az arcomon, de egyébként így is nagyon hálás vagyok azért, hogy nekem az megadatott sokakkal ellentétben, hogy nyáron 7 hétig itthon legyek a családommal. Szóval hétfőtől újra munka, ami azt is jelenti, ugye, hogy nem feltétlen lesz nekem itt időm, meg energiám arra, hogy minden nap főzőcskézzek, mint ahogy tettem azt most így a nyár folyamán, illetve, hogy 2-3 naponta menjek el egy ilyen kisebb bevásárlásra, és akkor ezért is gondoltam, hogy akkor most visszatérünk a régi, jól bevált heti egyszeri nagy bevásárlásra, és elmegyek akkor most a szokásos kis üzleteimbe, az IK-ba és a Lidl-be, és akkor megvesztem a jövő hétre valót. Megírtam a menüt, és megírtam hozzá a bevásárló listát is, és nagyon szeretnék maradni is azoknál a termékeknél, amik rajta vannak, tehát nem szeretnék hozzá még extrákat vásárolni, mert most egyébként egy kicsit, mintha jobban érezném azt, hogy több elmegy az ételekre, illetve a konyhára, úgymond, egy hónapban, mint mondjuk ezelőtt, de szerintem ez egyébként ahhoz is kapcsolódható, hogy így most nyáron itthon voltunk 2 hónapig mindannyian, és így az ebéd, ami eddig ugye a munkahelyen, illetve a gyerekeknek az iskolában történt meg, azt most ugye itt nekem kellett prezentálnom, és valószínű ezért is fogyott több alapanyag, de most ugye akkor így visszaállunk a régi kerékvágásba, és akkor megnézzük, hogy így mennyibe fog kerülni egy hetünk. Megmutatom majd nektek is, hogy mit vásároltam egy food hall keretein belül, árakkal együtt, hogy lássátok az aktuális svédországi árakat. Mindig szoktátok írni, hogy ez úgy nagyjából már körülbelül olyan szinten mozog, mint a magyar élelmiszerárak, de meglátjuk, hogy alakul ez most ezúttal. Elég hosszúra nyúlik most ez a felvezető, remélem, hogy nem unjátok, de azt még szeretném elmondani, hogy ez most egy heti vlog lesz. Igyekszem majd minden napunkból kiragadni néhány olyan jellegzetesebb momentumot, már ha lesz, mert ugye előre nem tudom, hogy most a munkán kívül még hogyan fog alakulni a dolog. Viszont ma délután megyünk még vásárolni, nem élelmiszert, hanem a gyerekeknek kell még az iskola kezdéshez 1-2 dolog. Nem kimondottan tanszerekről beszélek itt, mert itt nálunk Svédországban semmi ilyet nem kell venni. Mindent az iskola ad, az utolsó radírig. Igazából, amit szoktunk saját magunk venni, de nem feltétlen éves szinten, az az iskolatáska, vagy mondjuk tornafelszerelés, egy edzőcipő, meg rövidnadrág, meg póló, vagy nem tudom éppen, amit a gyerekek óhajtanak. Mert hogy itt nincsen egyébként ilyen kötelező tornadressz sem, vagy ajánlás sem, hogy most akkor mindenki kék pólóba, szürke nadrágba legyen, tehát semmi ilyen, teljesen szabadon, a legkényelmesebb cipőben és ruhában kérik a tanárok, hogy a gyerekek sportoljanak, vagy járjanak el ugye a tornaórára. Szóval nekünk nincs ilyen, hogy tanszercsomagot vásárolni, meg ilyenek. Nekünk ezért is nem nagyon szokott lenni ilyen back to school videónk, mert
mert olyan nagyon nem nagyon tudok erről mit mutogatni nektek. A ruházat az, amit mi ilyenkor általában frissíteni szoktunk. Már megtörtént ennek a nagy része, a múlt héten voltunk vásárolni, és akkor pulcsikat, pólókat, kabátokat, cipőket, ilyeneket már megvettünk, viszont nadrág hiány van még most mind a két gyerek, és akkor elmegyünk ma a plázába oda, ahova mindig szoktunk menni, azokat szoktátok látni, azokat az üzleteket a korábbi videóinkban. Ez már a terv, illetve megmutatom nektek azt is, ugye, hogy mit főzök azokból az élelmiszerekből, amiket most vásárolni fogok. Nem fogok mindent így részletesen, csak lesz benne egy-két olyan recept, ami most számomra is ismételten újdonság. Kipróbálom és megmutatom nektek is, hát ha inspirálhatlak ezzel benneteket is, és hogy ezen kívül mi lesz még a héten, azt így előre megmondani nem tudom, de kiderül majd ebből a vlogból számomra is utólag, majd mikor vágom. Nagyon örülök neki, és köszönet érte nektek, hogy ismét itt vagytok velem, és most már egy ilyen nagyon hosszúra nyúlt bevezető után induljunk is el vásárolni. Nem tudom, látjátok-e itt a lányt, aki kapuszni és téli kabátban, illetve hosszú nadrágban sétáltatta a kutyust, illetve hát a szembe jövő emberek öltözékéből is kivehető, hogy ez a svéd nyár vége már itt leginkább ősz. Azt tudjátok, hogy a nyarunk nem volt a legideálisabb számomra legalábbis. A maga 3-4 hétig tartó maximum 20-22-25 fokával. De hát ebben már most én beletörődtem, nem is akarok én ezzel kapcsolatban újabb panasz áradatot zúdítani rátok. Mindenki elégedjen meg azzal, ami van, meg amit kap az adott országban, ahol él. És én már felkészültem lélekben is az őszre. Gazdid. Végeztem a bevásárlással viszonylag gyorsan, bár nem feltétlen sikerült tartanom azt az előírást, amit magamnak tettem, hogy csak azt vásárolok, ami rajta van a listán, de ez nem feltétlenül az én hibám, hanem igazából a listáim, mert nem tartalmazott minden olyan dolgot, amire szükségünk van, mint így utólag kiderült. De most akkor indulás haza, és megmutatom nektek is, hogy miket vettem a hétre. Nézzétek, milyen aranyos uram van nekem, aki meglátta, hogy megérkeztem, és már szedi is ki a szajrét a kocsiból, hogy segítsen. Amaz meg ott bentről integet. Miuska már itt serénkedik nekem a konyhában. Mit sütsz, kis szőcs? Mi ez? Cookie. Hoztam neked hozzávalót. Már is odaadom. Na szóval gyorsan végigfutok akkor itt a szerzeményeken. Legfőképpen ezt szeretném legelőször is megmutatni nektek, mert ez számomra is egy nagy újdonság volt a múlt hétig. Ezt a terméket csak akkor lehet kapni a Lidlben, amikor Ázsia hét van, vagy Ázsia hetek vannak, illetve utána még talán egy-két hétig, hogyha nem fogy el akkor az összes. Ez kókuszos jégkrém, és képzeljétek el, hogy igazi kókuszdióba van betöltve, de már is kibontom, és akkor megmutatom kicsit közelebbről is, hogy milyen. Sajnos csak 2 darab van benne, egyenként 90 vagy 91 grammosak egyébként, és annyira nagyon-nagyon finomak. Nézzétek, nem a legolcsóbb. Ezt majd ugye látjátok, ha kiírom az árát, és nem is olyan nagyon sok mennyiség, de nagyon-nagyon-nagyon finom, úgyhogy most még találtam a Lidlben, mert ugye múlt héten volt Ázsia hét, és akkor gyorsan vettem még 2, és akkor ez már is megy be a fagyasztóba.
A kókusz pedig kiszoktam mosni, és arra gondoltam, hogy majd tárolni fogok benne valamit, szerintem nagyon mutatós. Ez nem volt ugyan a listán, de amikor megláttam, hogy még van belőle, akkor semmiképp nem akartam ott hagyni, mert annyira nagyon finom. Aztán, ami szintén nem volt a listán, az a dinnye. Ezt azért vettem meg, mert örültem, hogy még kaptam. Már nálunk azért eléggé nincs dinnye szezon, és ezt is a Lidlben vettem, talán emlékeztek rá, a múltkori vlogban mutattam, hogy nagyon finom dinnyét sikerült ott vennem. Remélem, hogy ez is jó lesz. Kopogtattam ott mindegyiket, nehéz választani. Kongott ez valamennyire, illetve azt néztem, hogy sárga legyen itt az alja, mert eddig úgy látszik akkor, hogy azok váltak be nekünk, amik ilyen kondíciókkal rendelkeztek. Szóval dinnye. Vettem 3 kiló burgonyát, kenyérféléket, ez ilyen zabos, négyszögletes alakú zsömle, illetve a jól megszokott szeletelt kenyeret. Vettem egy takufűszert, mert az egyik újonnan elkészítendő receptnek ez az egyik alapja. Ahhoz vettem a simasós nacho chipset. Ezek sajtos zsömlék, és igyekeztem olyat választani, amin nagyon sok ilyen sajt van, mert az a legfinomabb része. Aztán itt vannak a húsok. Vettem egy békönt, ez is kell majd. Bakonyit fogok készíteni, bakonyi sárt és szeletet, és akkor ahhoz vettem a békönt. Ebből a szűzérméből fogom készíteni a bakonyi sertésszeletet, illetve vettem 2 kiló blunt feset. Ez fele arányban tartalmaz sertés, illetve marha darált húst. Ez Miának a kedvenc készétele. Azért vettem, hogyha véletlenül nem időbe készülne valamelyik nap az étel. Aztán szintén Miának, ő nagyon-nagyon szereti ezt a sárga smoothie-t, amiben van alma, banán, narancs, mangó, és a szerola, azt nem tudom pontosan, hogy milyen gyümölcs, de ez nagyon finom, ezt nagyon szereti. Vettem ilyen szalámit, ez szintén nagy kedvenc, szintén a Lidlből, mert pizzát fogok készíteni egyik nap, házi pizzát. Mia fogja hozzá készíteni majd a déget, tehát magát a tésztát, és akkor lesz majd egy bolonya is, illetve egy ilyen szalám is, sonkás, nem tudom, akármi mást is pakolunk majd rá. Aztán 2 tej. Ez sem volt a listán, ez az én kedvenc teám. Ez mentás tea, és én általában reggelente ezzel szoktam indítani a napot. Ez fagyasztott csirkemell filé, méghozzá 800 g-os, illetve szintén fagyasztott csirkekebab. Ezt már láthattátok nálam bevásárlós videóknál. Ezt egészen egyszerűen csak 10 perc alatt meg kell sütni egy steakpannában, és akkor lehet hozzá akár sultburgonyát, vagy rizst, zöldséggel, szósszal. Ez is nagyon gyorsan elkészül. Ez is az egyik menü lesz a héten. Aztán ezt úgy hívják, hogy crème fraîche. Ez olyasmi, mint a tejföld, csak attól sokkal sűrűbb, sokkal zsírosabb. Van egyébként ennek is light verziója, ami azt hiszem 12 vagy 15% zsírtartalmú, de ugye ez akkor finom, hogyha megfelelő zsírtartalmú, mert egy nagyon-nagyon krémes tejföldre gondoljatok egyébként ezzel kapcsolatban. Ez is kell majd 2 különböző ételhez a héten. Vettem egy pesztót, erre most nagyon rá kattantunk, mert a múlt héten 2-szer is csináltam pesztós tésztát csirkével, és szintén találtam egy másik csirkés receptet, amihez szükséges a pesztó. A gomba, ahogy az előbb említettem, a bakonyihoz lesz, egy főzött tejszín, az is kell a fogásokhoz. Ez sem volt a listán, de ez pedig az én kedvenc csokim mostanában. Ez 70% kakaó tartalmú és mentás. Ahogy az előbb említettem, hogy menta teát iszok, a mentát mostanában nagyon-nagyon szeretem, és ez a csoki nem tartalmaz édesítőszert, cukrot igen, valamennyit, de nem szoktam belőle 2 kockánál többet egyszerre megenni, és azt gondolom, hogy néha-néha azért ez még belefér akkor is, hogyha az ember nagyon szigorú diétát tart. Aztán ez ilyen mini uborka, Erik nagyon szereti a mini uborkát bármihez is. Egyébként én is, ez még egy ilyen konzerv, méghozzá édes savanyú mártás. Ehhez van itthon már ilyen kész csirke mellem, amit szintén úgy vettem még a múlt héten. Aztán Miuskának vettem a süteményéhez ilyen csoki pasztillákat. Szintén nem volt a listán, de vettem egy ilyen rödbét, tehát mi ez?
cikla, ami előfőzött, és lében van, és ilyen picikék egyébként, ilyen egyszerre pont jó adagok. Én nagyon szeretem a ciklát, és ebbe elvileg hozzáadott cukor sincs, sőt semmi sincs. Igazából ez ekológiai körülbelül, tehát csak és kizárólag maga a cikla van benne. Vettem 2 lazanya kitet, mert azt már gondolom mondtam az előző ilyesmi jellegű videóknál, hogy Motika mostanában állandóan lazanyát eszik. Mindig kell, minden héten csinálok egyébként, és most már 2 vettem, mert egy nem elég, mert hogyha csak egyet csinálok, akkor abból nekünk nem jut, úgyhogy így előrelátóan 2 ilyen lazanya kitet vettem. Vettem egy csomag tésztát, ez ilyen csavart, ez is kell majd a bakonyihoz, illetve egy másik tésztás ételt is fogok készíteni, de ahhoz van itthon penne. Nem volt a listán, de vettem vajat is, mert elfogyott és szükséges. Elfelejtettem felírni. Illetve vettem egy ilyen készítelt, ez le volt árazva, le volt értékelve, mert hogy közel van a lejárata, 36-45 egy ilyen adag készítel, és ez csirke saláta tésztával és curry szósszal. Jó lesz ez majd szerintem most mára, gyorsan én lehet, hogy ezt bekapom, mielőtt indulunk majd tovább vásárolni. Szóval ezeket vettem a hétre, és akkor majd mutatom, hogy milyen finomságok készülnek belőle, és nagyon remélem, hogy nem kell a héten több ilyen apró bevásárlást csinálni. Zöldséget, gyümölcsöt azért nem vettem, mármint a dinnyén kívül, mert van még az előző vásárlásból, és az elég lesz a hétre. Miután elpakoltam az élelmiszereket és megebédeltünk, kocsiba pattantunk és irány a közeli pláza. A fiúkat is sikerült rábeszélni a shopping túrára, bár ebben nagyban közrejátszott az is, hogy meglebegtettem előttük a sütizés és kávézás gondolatát. De gondoltam először, toljuk le a kötelező köröket a butikokban, majd csak ezután jöjjön az édes élvezet, nehogy megpattanjanak nekem itt a válogatás és próbálgatás elől, ami hát, hogy is mondjam, Matikának például nem a legkedvencebb időtöltése. Ez az industriális stílusban berendezett hangulatos kávézó a kedvencünk. Espresso House-nak hívják a kávézóláncot, és országszerte számtalan üzletük működik franchise-ban. A kávé különlegességek mellé választhatunk hideg vagy meleg szendvicseket, sütiket, péksütiket, smoothie-kat, hideg-meleg italokat. Matika klatkakát választott, ami a svédek brownia, Erik egyszer egy sajttortát a kávéja mellé. Mi csajok sütit nem kértünk, csak a kedvenc chai latténkat, amiben kávé nincs, hanem helyette fűszeres chai tea, tejjel, latténak elkészítve. Reggelt, vagyis kinek mi, ki hol tart már a napjában, amikor látja ezt a videót. Nálunk már most vasárnap 10 óra elmúlt, igazából már nekem sem nagyon reggel, mert én azt elég korán, 6 órakor kezdtem. Én már elég sok reggeli teendőn át rágtam magam, azt a részt nem vlogoltam, nem mutattalak volna vele benneteket. Igazából a mai nap, ez a vasárnap, főzésről, mosásról, pakolászásról fog szólni számomra, illetve hát ugye előkészülök a holnapi munkakezdésre. Ma este nagyon korán le is kell feküdnöm, mert holnap reggel rögtön az első munkanapom, hogy nyitni fogom az óvodát, ami azt jelenti, hogy 6 óra előtt 5 perccel már ott kell lennem, tehát ehhez körülbelül 3:45-kor föl is kell majd kelnem, szóval nem árt, ha időben nyugufóra térek majd ma, hogy aztán bírjam a holnapi megpróbáltatásokat. Viszont tegnap elfelejtettem megmutatni, hogy miket vásároltunk a Konga Helle centrumban. Igazából nem találtunk nagyon sok mindent, leginkább Matikának, illetve nekem vettünk 1-2 dolgot, de azt is csak azért saját részre, mert hogy mindegyik le volt értékelve. Matika talált magának 1-2 nadrágot és felsőt, így ő Pipa, viszont Mia nem talált magának valót, úgyhogy ez majd még egy kör lesz valószínű. So baby, yeah baby.
Még délelőtt belefért a mostanra már a napjaink szerves részévé vált gyaloglás, bár biztos csökkenni fog majd a lelkesedés most, hogy már munkába álltunk, illetve ha majd beköszönt az ősz, és az eső mellé állandósul a hideg és a szél is. Ez a kedvenc házam itt a környéken. Ha tehetnénk, akkor egy ilyenbe nagyon szívesen beköltöznénk. Annyira szép, nagyon, nagyon kis csinosan meg van csinálva. Hatalmas udvar, mögötte az erdő. Azért így, ez így elég idillikus, nem? Közben készül már az ebéd is, itt sorakoznak a félkész lazányák, mindjárt mennek be a sütőbe. Bízom benne, hogy ebből a dupla adag lazányából most már bőségesen jut mindenkinek, és senki nem marad éhen, de azért mégsem bízom teljesen a véletlenre, mert ma még szeretnék egy adag lángost is bedagasztani. Nagyon szeretjük, igaz, hogy mondjuk Matika nem, de mi a többiek igen, de neki lesz lazánya, ugye, tehát ameddig az van, addig úgysem eszik semmi mást. Viszont nagyon régen ettünk, nem voltunk ugye nyáron most otthon Magyarországon sem, így nem tudtunk egy lángosozóba se elmenni, de egyébként szerintem az enyém, amit itthon sütök, sokkal-sokkal finomabb. Van egy szuper receptem, amit egy olyan hölgytől kaptam, aki egy lángosozóban dolgozik, nem tudom, hogy még mindig abban dolgozik-e, de nem csak szerintem, hanem mindenki, aki kóstolta ezt a lángost, azt mondta, hogy nagyon-nagyon finomabb, mint a régi piacos lángosok, tudjátok. Viszont nem zsíros, belül puha, kívül ropogós, úgy tökéletes, ahogy van. És ha már ilyen szépen beharangoztam és nagyon dicsértem ezt a lángost, csak nem hagyhatlak benneteket a recept nélkül. Bár tudom, hogy a hány ház annyiféle lángos recept, de ez tényleg hozza az igazi piaci lángos feelinget. Próbáljátok ki, de ti ne hagyjátok ki belőle az olajat úgy, mint én. De szerencsére még az utolsó pillanatban észrevettem, és utólag hozzágyúrtam. Bár ez így nem a legideálisabb, de ettől függetlenül is nagyon finom lett. És igen, nálunk már most augusztus végén előkerültek a szekrény mélyéről az őszi díszpárnahúzatok, bár egészen nyugodtan már július elején is felhúzhattam volna őket. Na és akkor most ugrunk egy nagyot az időben, mert ma már augusztus 30-a péntek van, és a heti vlogból igazából eddig még nem lett semmi, csak annyi, amennyit már láttatok. Még hétfőn reggel, mielőtt indultam a munkába, beültem a kocsiba, nagyon korán kezdtem, 6-ra mentem nyitni. Beültem az autóba, és ott még vlogoltam, viszont nagyon-nagyon rosszak voltak a fényviszonyok, mert nem kelt még föl akkor a nap, és elég sötétre sikeredett a képanyag, és ezáltal nem volt ugye jó minősége, azt nem szerettem volna betenni így már a videóban, még jó, hogy visszanéztem, mert így legalább ugye megláttam, hogy egy picit hibásodt ugye a felvétel, viszont akkor elmondom most, amit ott akkor mondtam, és ez így egy kicsit egy kis life update is, hogy ugye annyiban változik most a sémám ettől a fél évtől kezdve, hogy hétfőnként én nyitom az óvodát, így reggel 6-kor kezdek, és ahhoz nagyon korán, akkor azt hiszem 4 óra 40 perckor keltem, valószínű, hogy a következőkben is akkor fogok, mert most ezen a héten még szerencsém volt, mert elég úgy dolgozik, hogy el tudtam menni autóval, viszont a jövő héttől már változik neki is a munkarendje, és akkor valószínű, hogy busszal kellett volna mennem, de most azóta ebben is történt a héten egy kis változás. Még korábban augusztus 22-én egészen pontosan rendeltem magamnak egy szülinapi ajándékot, mert hogy a héten szülinapom is volt szerdán, de majd mindjárt erről is mesélek néhány szóban, és ez lett volna a szülinapi ajándék számomra, hogy rendeltem egy elektromos rollert. Már elég régóta vágyok rá, és ugye azért úgy nagyban megkönnyíteni ezt a
napi 4-4,5 kilométert, amit én ugye az óviig megteszek oda és vissza. Eddig ugye nagy részt buszoztam, mert általában Erik mindig úgy dolgozik, hogy neki szüksége van az autóra a munkába járáshoz, és mivel egy van nekünk ebből most, ezért nekem marad a tömegközlekedés. Illetve hazafelé az óviból, amikor az időjárás engedte, akkor gyalog jöttem, ez nagyon-nagyon jó egyébként sportnak is, mert aznapra azáltal a 4,5 kilométer gyaloglás által megvan a sport is, a testmozgás. Viszont most szeretném a buszozást kiváltani az elektromos rollerrel. Ez itt egyébként nagyon elterjedt, nagyon populáris. Korábban még ugye csak különböző cégek kínálták bérlésre a városszerte kihelyezett skútereket, viszont az utóbbi időben egyre többen vásárolnak saját használatra, privát célra, és ez egy nagyon elterjedt közlekedési mód itt mostanság. És én is keresgeltem az interneten, és csak beírtam a Google-be, hogy vásárolni szeretnék egyet, és akkor a legelső találat egy úgynevezett Banggood, remélem, hogy jól mondom a webáruháznak a nevét. Számomra addig teljesen ismeretlen webáruházról van egyébként szó, onnan rendeltem egy elektromos szkútert, mégpedig azért, mert ez volt a leges-leges, legolcsóbb lehetőség. Minden ugyanilyen kaliberű szkúter ettől sokkal drágábban volt hirdetve. Megnéztem az ajánlásokat ott a weboldalon a terméknél, és egyébként nagyon sok magyar hozzászólást találtam ott, és ott gondoltam, akkor ez annyira nagyon rossz nem lehet, és fényképeket is csatoltak hozzá, és tényleg látszott, hogy megkapták a terméket, odaírták, hogy szuperül működik, mivel azért nem 2 forintról beszélünk, vagy nem 2 koronáról beszélünk, ezért egy kicsit bennem volt a félsz, hogy vajon mit fogok kapni. Úgyhogy megrendeltem, és az első értesítés alapján szeptember 7-ére volt várható a szállítás, majd néhány nap múlva kaptam még egyet, hogy akkor viszont már azt írták, hogy szeptember 3-a körül fog megérkezni a járműben, és képzeljétek el, hogy tegnap délután kaptam egy SMS-t az egyik szállító cégtől, és ők írták, hogy ma csomagom fog érkezni. És először úgy elgondolkodtam, hogy milyen csomag, hát én nem várok most csomagot, én nem rendeltem a rolleren kívül más, de az meg ugye később fog érkezni. Viszont a dimenziókat is föltüntették ott, hogy mekkora méretű, milyen súlyú maga a csomag, és az alapján azért mégiscsak arra tudtam gondolni, hogy ez az én szkúterem lesz, és igazam is volt, de ne szaladjunk annyira nagyon előre, kanyarodjunk még vissza egy picit a hét elejére, hétfőre, azért ott az óviban még egy kis nittet föltöttem nektek venni egy-két új információval. Időközben megérkeztem, és a nyitási procedúrán túl vagyunk, már van egy gyerekünk. Kicsit elszokott a szemem itt mindentől, de azért jó itt lenni, én nagyon szeretem a kollégáimat, a gyerekeket is, akik ide járnak az óviban. De ahogy az előbb említettem, ugye most egy kicsit kiestem a rutinból. Kaptam egy tojást reggelire, hogy meg kell kóstolnom. Szóval még az előző fél évhez képest egy változás az is mostaniban, hogy a heti 5 nap helyett 4-et fogok dolgozni. Ez az én kérésem volt, mert a nyári szünet alatt elkezdtem 3 online tanfolyamot, ami ugye kapcsolódik majd azokhoz a tervekhez, amiket szőttem, amelyek szükségesek ugye a későbbi online munkám sikeres végzéséhez. És a nehézsége ennek az, hogy angol nyelvűek a képzési anyagok, és én ugye nem vagyok perfekt angol, sőt, és így egy kicsit ez nekem tovább is tart, mármint az anyag feldolgozása, mint mondjuk azoknak, akik olyan szinten beszélnek angolul és értenek angolul, hogy nem okoz nagy nehézséget a tananyag feldolgozása, de belevágtam, és ugye emiatt egy kicsit több időre van szükségem, és így szóltam bennét az óvodában, hogy egy nap a héten szeretnék szabad lenni, ma fogjuk megbeszélni, hogy melyik lesz majd ez a nap. És akkor időközben eldőlt az is, hogy a pénteki nap lesz a szabad napom, így csak hétfőtől csütörtökig dolgozok minden héten. És a hét utolsó napját akkor így többek között a tanulmányaimnak tudom szentelni, valamint minden héten hosszú hétvégém is van, ami azért elég ideális, lássuk be. A héten tehát így a hétfő reggel leszámítva úgy nem is nagyon vlogoltam, mert nem nagyon történt semmi
említésre méltó, ami úgy számotokra is érdekes lehetne, mert hogy dolgoztunk, Erik is, én is, a gyerekek ugye iskolában. Ugye azt leszámítva, hogy szerdán betöltöttem a 44-et, semmi más nem történt, igazából megünnepelni se tudtuk aznap, mert ahogy említettem, én is dolgoztam, Erik is dolgozik, ő ráadásul ezen a héten éjszakai műszakban, este 7-től reggel 7-ig, tehát igazából amikor ő hazajön reggel, mi akkor megyünk el dolgozni, illetve az iskolába, átalussza a napot, mikor mi délután hazajövünk, akkor körülbelül egy órát találkozunk, és utána indul el az esti műszakra. Szóval esélyünk sem volt megünnepelni a hét közepén, ugye a szülinapomat, majd most valószínűleg a hétvégén azért lehet, hogy eszünk egy sütit, vagy tortát valahol, vagy nem tudom, valami programot jó lenne kitalálni, mert kicsit régen voltunk már, régen mozdultunk ki, úgyhogy mindenkiben megfogalmazódott már talán az igény arra, hogy egy kicsit kimozduljunk, vagy csináljuk valami extrát, majd meglátjuk, hogy mire lesz energiánk, vagy kedvünk. Erik munkájára visszatérve még talán egy kis szóban annyit, hogy az előző fél évben ugye ugyanezt a jellegű munkát végezte, viszont akkor az otthonunktól távol. Ezt tudjátok, említettem akkor, megláttátok vlogokban, hogy vasárnap vagy hétfőn hajnalban reggel elindult, és akkor majd csak a hétvégére, szombat éjszaka vagy vasárnap érkezett haza, ugye attól függően, hogy alakult a munkarendje. Viszont most ugye annyi a jó a dologban, hogy itt dolgozik Göteborgban, egy üzemanyag gyártelepen, tehát így nem kell ott aludnia máshol, hanem ugye minden nap hazajön a műszak után. Most ez a hét, illetve a jövő hét egy kicsit olyan húzósabb, mert most heti 6 napot dolgozik. Ahogy említettem, ezen a héten éjszakás, a következő héten pedig ellentéte, tehát nappalos lesz. Aztán lesz vagy 2-3 hét ilyen, még egy kicsit olyan húzósabb periódus, amikor szintén 12 órázik és heti 6 napozik, de egyébként úgy alapvetően ez egy ilyen heti 40 munkaórás állás lenne, és elsősorban itt Göteborgban. Viszont benne van a szerződésében, hogy előfordulhat bármikor, ugye a munkaviszony keretein belül, hogy utaznia kell egy másik helyre, vagy másik városba, vagy akár még esetleg egy másik országba is, és akkor ott teljesíteni munkát. De hát ezt majd meglátjuk, ugye, amikor erre sor kerül, ha sor kerül. És akkor most már nagyon izgatottan várom, hogy kibontsam a csomagomat, kicsomagoljam a szkúteremet, összerakjam, bár mondjuk nem tudom, hogy mennyire kell nagyon összerakosgatni, hát azért gondolom én, hogy nem elemeiben érkezett, és utána feltöltöm, és utána szerintem ki is próbálom, és elmegyek itt a kis városunkba egy körre vele, és ha módomban van áll, akkor lehet, hogy csinálok nektek egy-két felvételt itt a kis lakókörnyezetünkről, azokról a részekről, amiket esetleg még eddig nem mutattunk nektek. Ez egyébként nem egy szponzorált videó, ne gondoljátok, ez a töltője, úgy látom, hanem csak azért gondoltam, hogy megmutatom nektek ezt a szkútert, mert a honlapon, ahol választottam, és kaptam, nézzétek, jár hozzá egy tartó, telefontartó is, amit a kormányra föl lehet szerelni. Na, tehát, hogy a honlapon néztem az ajánlásokat magán ott a terméknél, és nagyon sok magyar hozzászólást láttam, illetve képeket magáról a termékről, és ezért gondoltam, hogy talán érdekes lehet ez mindenki számára. Ebben az árban egyébként 2500 koronába került a szkúter, benne van egy mobiltelefontartó is, valamint a honlapon még az is fel volt tüntetve, hogy jár hozzá egy számzáras lakat, na ez majd valahol biztos itt van az alján, na de innentől kezdve ez már kétkezes művelet, úgyhogy mindjárt leteszem a telefont, vagy felrakom egy állványra, hogy ezt ki tudja minden halászni. Igen, ott lapult a doboz alján ez a számzáras lakat, amit egyébként nem csak a szkúterhez, hanem bármi másnak a lelakatolásához is használhatunk, de hát én nyilván ehhez fogom. Na, ezzel meg is volnánk, összeraktam a kicsikét. Nem volt olyan nagyon darabjaira szedve, úgyhogy csak 4 csavart kellett meghúzni, és fölállítani ugye magát a kormányrudat, amit egyébként itt egyszerűen
ezzel a kis pöcökkel lehet kioldani, és akkor le is lehet hajtani ezt a részét. Így akkor könnyen szállítható is, meg a tárolásban is ugye előnyt jelent. És van hozzá egy applikáció, amit hogyha letöltünk, akkor azon keresztül is beállíthatunk rajta néhány dolgot. Például megadhatjuk, hogy ne menjen egy adott sebességnél többel. Tömör vastag gumikerekei vannak, bár általában ugye azok szoktak leghamar meghibásodni rajta, defektes lesz, vagy ilyenek. Van rajta világítás hátul is, valamint itt elől is. Leszedem a kijelzőjéről ezt a védőfóliát, megpróbálom bekapcsolni, nem tudom, hogy mennyire van feltöltött állapotban. Aha, digitális kijelzője van, mutatja a sebességet, illetve a töltöttségi szintet. Elvileg ez teljesen fel van most töltve. Szuper, működik minden esetre. Legalábbis bekapcsolni eddig még be tudtam, aztán majd mindjárt a próbakörön kiderül. És ez a felület pedig, ahol állunk, ilyen csúszásmentes gumival van bevonva. Úgy látom, hogy nem sokáig lesz nekem járgányom. Mentem a faluban egy csomót vele, és teljesen fel volt töltődve, és most még mindig van rajta kettő. Egész jól működik, tényleg 25 km/h a max sebessége. Az emelkedőket viszont nem bírja. Az emelkedőn egy ilyen 7-8 km/h bírt menni, egy körülbelül egy olyan 10-12%-os emelkedőn, pedig egész jó a motor teljesítménye, 350 wattos, de az emelkedőt azt azért nehézkesen, illetve hát nyilván a fogyasztásod, tehát fogyasztása, az aksinak a merülése az attól is függ, hogy milyen sebességgel megyünk, meg hogy ki áll rajta, mert hogyha csak ez ilyen pillesúlyú micikék félék állnak rajta, akkor tovább működik, vagy többet bír, több kilométert bír menni egy töltéssel. Most hadd pattanjak én is rá? Nem. Pápájres! Mondom én, muszáj leszünk rendelni ebből még szerintem hármat, hogy mindenkinek jusson, mert már is elcsaklizták tőlem a járművemet. Nem tudtalak elvinni magammal benneteket a próbakörre, mert bár felszereltem a mobiltartót, viszont csak állítva lehet belehelyezni a készüléket, és belelóg a széle a kamerában, meg ilyenek, szóval nem lehet vele normális videót így készíteni. Viszont arra nagyon jó, hogyha a telefonon menet közben a GPS-t használnám például. De maga a kis járművem nagyon-nagyon jól működik, nagyon szeretem már most. Holnap majd megyek vele egy hosszabb kört, letesztelem, hogy itthonról hány perc alatt érek el az ovig, és akkor valószínű, hogy hétfőn már ezzel megyek munkába. Na most már leszállítom róla a kisasszonyt. Cseréljünk! Te tartod a telefont, én meg megyek szkúterezni. És ígértem nektek a videó elején, ami már majdnem 40 perccel ezelőtt volt, atyaig, remélem még itt vagytok. Szóval így a végére mutatok nektek egy számomra is új receptet, méghozzá egy taco pita receptet az egyik kedvenc svéd gastrobloggeremtől, Madame Edittől. Mi is most fogjuk először tesztelni, de mivel imádjuk a takót, ez rossz biztos, hogy nem lehet. So would it be cool to say it? Do you wanna escape without ending the night? We could drive through all of the city lights. Or we could find a two-star place, just you and I. That'd be nice. Oh, do you want to escape with me? Oh, 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 oh. Do you want to escape with me? Yeah, I see you there biting your cherry lips, giving me a hint at an early exit. Can't believe, gotta pinch your cheek to know this isn't fantasy. Right, right, skip the chit-chat, cause that shit cheap. Doesn't matter either way, cause I can hear a thing. Wanna get some air to breathe, cause I can see you falling asleep. Ma már szombat van, és most jöttünk vissza Erikkel a napi gyaloglásból.
És most jutott eszembe, hogy tegnap a főzés után nem zártam le a videót, nem köszöntem el tőletek. Ezért most fogom ezt megtenni. Azóta megbeszéltük a családdal, hogy holnap vasárnap elmegyünk egy szülinapi kirándulásra. Mégis csak megünnepeljük valamilyen módon, hogy 44 éves lettem. Lüsszesilbe fogunk menni. Ez tőlünk körülbelül olyan 100-120 kilométerre van, ez egy tengerparti kisváros. És talán emlékeztek rá, de Erik itt dolgozott március közepétől június végéig. Csak ugye soha nem tudott elmenni ennek a városnak a szépségeit megcsodálni, mert ez ugye a munkával volt elfoglalva, meg hát ugye egyedül azért nem is a legjobb kirándulni, de már nagyon sokat mesélt akkor róla, hogy mennyire nagyon szép hely, úgyhogy holnap elmegyünk, és egy kicsit barangolunk majd azon a környéken, de erről majd a következő videóban fogunk nektek beszámolni erről a napunkról, úgyhogy most itt el is köszönnék akkor tőletek, találkozunk hamarosan. Sziasztok!